Sziasztok! Sokat gondolkoztam azon, hogy erre a hétre milyen receptötletet hozzak nektek. Szerettem volna egy hagyományos amerikai húsvéti menüt vagy ételt elkészíteni nektek, de hogy őszinte legyek, nem igazán találtam olyat, ami nekem tetszett volna. Tudom, nagyon sok mindenkinek nem fog tetszeni, amit most mondok, de az amerikai konyhát nem igazán jellemzi a változatosság. Ugye próbáltam most utána nézni, hogy húsvétre az amerikaiak milyen ételeket készítenek el, és azok a receptek jöttek velem szembe, mint amiket karácsonyra, valamint hálaadásra is találtam. Húsvétkor szeretik az amerikaiak a mézes, mázas, édes, egészben sült sonkát, különféle egészben sült húsokat, bárányt, egészben sült csirkét, disznóhúsból készült ételeket, vagy marhából sztéket süknek, és ezekhez különféle zöldségköleteket tálalnak. A mi húsvétunkra 2 évvel ezelőtt készítettem videót, abban megmutattam, hogy nálunk mi került a húsvéti asztalra, úgyhogy nem gondoltam, hogy azt még egyszer megismétlem, mert unalmas lenne, ebbe az évben is nagyjából ugyanaz lesz a menü, tormával töltött sonkatekercs, lesz töltött tojás, sült bárány, és nagyjából ennyit terveztem, aztán majd kialakul. Na, de már nagyon elkalandoztam a mai ételtől, úgyhogy végül is úgy döntöttem, hogy keresek nektek egy sütemény receptet, amit akár, hogyha gondoltok és tetszik a recept, meg tudtok sütni, el tudtok készíteni húsvétra is. Ez a sütemény pedig egy tradicionális horvát sütemény, Dubrovnik környékéről, a Neretva völgyéből származik. Hogyha lefordítom ennek a süteménynek a nevét, akkor valami olyasmi, hogy fűszeres turbán. Végül is ez egy fűszeres, asszalt gyümölcsökkel teli kuglóf. Már többször készítettem, Matyinak nagy kedvence. Ma ezt a receptet fogom veletek megosztani. Nézzük a hozzávalókat! A sütemény elkészítéséhez szükségünk lesz 4 egész tojásra, aminek a sárgáját és a fehérjét majd külön választjuk. Kristálycukor, liszt, sütőpor, rum vagy rumaroma, fahéj, kardamon és szlegfűszeg, majd egy picike szelecsendió is megy bele, vaj. A sütőforma kikenéséhez majd kell egy kis extra vaj, és ahhoz kell majd még egy kis liszt is. És asszaltgyümölcsök, nekem most asszalt ananász, 2 fajta füge, egy kis mazsola és dió van itt, ez pekán dió, de ez sima dió is nagyon szuper bele. Egyébként, hogyha van otthon esetleg, akkor tehettek bele birsalma sajtot, és szükségünk lesz még egy citromra. És az elkészült összekevert tésztánkat egy kugló formában fogjuk kisütni. Ezt majd kivajazom, kilisztezem, és úgy fogom beleönteni majd a süteménynek a tésztáját. A hozzávalók pontos mennyiségét a videó alatti leírásban majd megtaláljátok, és majd ott lesz a teljes recept is. Ennél a receptnél jó, hogyha van otthon egy konyhai mixelünk, vagy konyhai robotgép, amivel ki tudjuk keverni a tésztát, és fel tudjuk verni a tojásfehérjét. De hogyha ez nincsen, akkor nem kell kétségbe esni, fakanállal nagyon szépen ki lehet keverni a süteménynek a tésztáját, és ugye a tojásfehérjét is fel lehet verni robotgép nélkül. Először is a tojásokat szétválasztjuk, külön meg a sárgája, és külön a fehérje. A tojás sárgájához hozzátesszük a cukrot, és habosra kikeverjük. Amíg a tojás sárgára felverjük a cukorral, addig kapcsoljuk be a sütőt, 350 fokra melegítsük elő a sütőt, és vágjuk fel apróbb darabokra a diót és az asszaltgyümölcsöket. A tojással is készült, nem tudom mennyire lehet látni, szép homogén lett, adagolhatjuk hozzá többi hozzávalót. A hozzávalók említésénél sajnos elfelejtettem, hogy tej is kell a süteményünkbe,
Most pedig hozzáadagoljuk a rumot, apránként a vajat. Én egy kicsit bedobtam a mikrohullámú sütőbe, hogy felolvadjon, de vigyázzunk el, hogy ne legyen forró vagy meleg, csak éppen, hogy egy kicsit megolvadjon, annyi ideig, olyan 15 másodperc elég a mikrohullámú sütőben. Először hozzáadom a rumot, és ezt szépen belekeverjük a tojásos, cukros keverékbe. Most pedig jön a vaj, apránként hozzáadagolva, olyan 3-4-szerre adjátok hozzá, és mindig keverjétek jól el homogénre a tésztát majd a vajjal. Akkor keverjük szépen el. Most a sütőport és a fűszereket hozzá fogom keverni a liszthez, és leszelek bele egy kis szelecsendiót és egy citromnak a héját. És majd ezt a fűszeres sütőporos lisztkeveréket felváltva fogjuk adagolni a tejjel a tojásos, cukros, vajas masszánkhoz. Zöld kardamont használok, zöld kardamon kell a receptbe. Én azt ajánlom nektek, hogy ezt semmiképpen ne spóroljátok ki, hanem hogyha tudtok, akkor vegyetek zöld kardamont, mégpedig azért, mert tervezek egy nagyon finom izlandi receptet majd megmutatni nektek, és ahhoz is kell majd kardamon. Kicsit alább hozom, hogy jobban lehessen látni, szerintem így jobb lesz. És akkor felváltva adagoljuk a tejet és a lisztet. Mutatom, nagyjából ilyen állagú tésztát kaptunk most. Amikor ezzel megvagyunk, elmossuk ezt a habverőfejet, és felverjük a tojásfehérjéket. Amíg a tojásfehérje felverődik, addig vajazzuk és lisztezzük ki a kugló formánkat. Elkészült a tojásfehérje, szép kemény lett, és most óvatosan hozzákeverjük a masszánkhoz. Először csak egy kicsikét, fokozatosan adagolva, egyre jobban fel tudjuk hígítani a tésztát. Jöhet még egy kis tojásfehérje. És ne felejtsük ki a felvágott diót és aztán gyümölcsöket sem. És most jöhet az utolsó adag tojásfehérje. Nagyon szuper! Mutatom az állagát, hogy milyen. És akkor a sütemény tésztánkat szépen eloszlatjuk a formában. Egy kicsit próbáljuk meg elegyengetni, de ne nyomjuk le a tésztát.
tetejét letololjuk itt, hogyha egy picit elment, ne égjen rá. Így néz ki, ami megy be most a sütőbe. 350 Fahrenheitre melegítettem elő a sütőt, ami nagyjából 170 Celsius fok. Ennek a süteménynek a sütése egy kicsit trükkös, ugyanis most először letakarás nélkül betettem a 170 Celsius fokos sütőbe, majd mikor a teteje kicsit megbarnult, akkor le fogom takarni alumíniumfóliával, és a sütő hőfokát visszaveszem 150 Celsius fokra. És ezt követően nagyjából 40-50 percig fogom még sütni. Ez sütőfüggő, hogy mennyi időkbe szív igénybe a sütés első fele 170 Celsius fokon, és mennyi időkbe vesz igénybe a sütés második fele 150 Celsius fokon. Ezért azt ajánlom, amikor először készítitek el ezt a süteményt, akkor szálljatok rá egy kicsit több időt, és nézzétek meg, hogy a ti sütőtökben hány perc alatt sül meg úgy ez a sütemény, ahogy kell. Nekem 25 perc alatt ilyen szépen feljött a tészta, és ahogy látjátok, már kezd borulni a teteje. Most lefedem alufóliával, és mehet vissza a sütőbe. Én 45 percet sütöttem az én sütőbe 150 Celsius fokon letakarva még a süteményt, és teljesen megsült. Egy kicsit hagyjuk kihűlni, hogy ne égesse meg a kezünket, és utána óvatosan egy tányérra ráborítjuk, és amikor kihűlt, porcukorral meghintve tálaljuk. Hogyha valaki szeretné, akkor csokoládé öntöttel is leöntheti a tetejét. Jó étvágyat kívánok hozzá! Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ha gondoljátok, akkor osszátok meg velem és a többi nézővel is azt, hogy mi lesz a húsvéti menü. Szerintem még pont időben vagyunk, és hogyha valakinek nincsen ötlete, hogy mit főzzünk húsvétra, akkor szerintem majd a hozzászólásokból is tud egy kis ötletet meríteni. Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, jó sütésfőzést és sok locsolót kívánok. Tartsatok velem a jövő héten is. Sziasztok!